lett ebből a filmből egy egyoldalas szinopszisom, és én azzal kerestem meg a Zsanit, hogy segítsen ezt megírni. És elég gyorsan kiderült, hogy jól tudunk együtt dolgozni, úgyhogy ez nagyon gyorsan és organikusan kialakult ez az együttműködés. Én örülök, hogy a Zsanival ez ilyen jól megy. 4 évvel ezelőtt kezdtünk el dolgozni a Valami Madarakon, a Hevér Danival, és elég hosszú utat járt be, mert teljesen más volt még 4 évvel ezelőtt ez a történet. És ahogy dolgoztunk rajta, úgy vált egyre fókuszáltabbá, hogy igazából az öregkor feldolgozásáról és az ezzel való megbarátkozásról szeretnénk mesélni egy idős úr Béla és egy tinédzser lány barátságon keresztül. Ez egy inkubátoros film, tehát az első nagyjátékfilmem lesz nekem, meg a Zsaninak is. Voltak olyan személyes tapasztalataink az idős gondozással kapcsolatban, amik elindítottak minket. És akkor elkezdtünk kicsit ezen gondolkodni, hogy vajon milyen lehet belülről megélni ezt a szituációt. Ő az első rendező, akivel eddig kifejezetten jó volt dolgozni, és szerencsére mindig nyitott az ötleteimre, meg én is az övéire, így elég könnyű volt együtt dolgozni. Nagyjából mindig úgy nézett ki, hogy voltak találkozóink, ahol valamennyit haladtunk a könyvvel, majd én hazamentem, és írtam ez alapján, amiket újra átbeszéltünk. Hát sokat dolgoztunk rajta, úgyhogy remélem, hogy látszani fog a végeredményen. Ami nekem személyes ebben a történetben, az főleg Béla szemszöge. Talán a saját nagyszüleim, főleg a nagypapám miatt, aki bár nem került idősek otthonába, de voltak olyan szituációk, amikor nehéz volt a családnak dönteni az a kapcsolatban, hogy mi legyen vele, és azt veszem észre, hogy így minden barátom és ismerősöm ugyanezen megy át. Örülök, hogy úgy nyúlunk ez a történethez, hogy nem egy külső szem figyeli ezt. A Bélát játszó Szacsvai egy nagyon szórakoztató figura, és egyszerre tudja hozni ennek a karakternek a szomorúságát és a humorát is. Szerencsésnek érzem magam, mert a rendező, forgatókönyvíró együttműködés az egyik talán legkomplexebb ilyen együttműködés a filmben, úgyhogy én örülök, hogy a Zsanival ez ilyen jól megy. Remélem sokan fogják megnézni ezt a filmet, mert amellett, hogy szól egy ilyen nagyon fontos, szerintem tényleg társadalmilag alul reprezentált témáról, nagyon sok humorral dolgozza fel, szóval szerintem nagyon jókat fognak rajta nevetni.